gyakorlatilag ez a piros csillagok már a Sonic Colors-ban, Sonic Colors óta benne vannak. Gyakorlatilag ilyen tökéletes szinte minden játékban, minden Sonic játékban lesz ilyen egyébként. Sonic 06. És menjünk kezdünk a klasszikussal, a 2D Sonic-kal. Jó kis Crazy City. De ez a Crazy City is egyébként egy jó pálya volt, hogy nem bánom, hogy ez kapta végül meg a lehetőséget a remékelése, de mondom a Kingdom Valley is elfogad, Kingdom Valley-nek is elfogadtam volna azért. Az is megérdemeltem volna, az is ikonikusan jó pálya volt. Kurvá tetszik egyébként a Kaiser City-nek a remékelt, és a remixelt zenéi is egyébként. Ó, bazdmeg, az jól sikerült. Kurva jól sikerült. Project 06, mikor jelenik meg teljesen? Hát az... odébb van. Az a baj, én is azon gondolkodtam, hogy ezt akkor kéne nekem igazán streameljem és megmutassam, amikor ténylegesen készen van. Az a baj, már a... annó, még tavaly, elérhetővé vált már Shadow-nak a gameplay-e is, viszont az utolsó frissítéssel kivették a Shadow-nak a izéért. Tehát teljesen átszabták gyakorlatilag a gameplay-t, úgyhogy lehet, azért, mert még lett volna, van még vele munka, aztán emiatt így nem. Inkább kivették inkább a következő frissítéssel, úgyhogy megint csak a Sonicot lehet csak használni. A Sonic sztoriában lévő pályákat lehet játszani. Ez kicsit sajnálatos, az emiatt inkább úgy voltam azzal, hogy... Na bazd meg. Inkább várok vele. Hát minden a Silvernek is a jézője a gameplay-e megjelenik, hát ez szerintem 2-3 év ilyen szerintem. De akkor, azt nézzük, hogy milyen régóta már csinálják, már jó ideje csinálják egyébként. 5 éve biztos. A 2D. Hola 2D. Ott a checkpointtól. Napjára ott volt egy vörös csillag, csak hát azt végül nem sikerült felvegyem. Lecsúsztam végül a pályáról. Na mindegy, így is jó. Igen, még van ilyen tornádó jellege gyakorlatilag itt a vihar. Itt a visszaránt. Elfúj a szél, elfúj a tornádó eleje. Na például itt is van például egy csillag. Összeszedjük ezt a csillagot, egy megvan az ötből. Minden pályán öt darab van. Pixel. Ott a pálya vége! Hoppá, mégse! Átvelt a játék. Becsapott. És itt vannak ilyen bizonyos pontok, amikor előre életre kell a hurrikán, a tornádó, el kell, nagyon nagy erőkkel azon lesz, minket meggátoljon a haladásba. Ezen a ponton meg már folyamatosan jönni fog a tornádó ereje, úgyhogy ilyentől kezdve okosan kell csinálni, mert folyamatosan esünk vissza, hogyha nem mozdulunk kellő gyorsasággal. Meg itt azért is kell vigyázni, mert itt meg pont, hogy ez egy idő után... Ajaj. Jó. Csak a DDD. Az gyenge. Nagyon botrányosan... legszennyebb élmény lesz, hogy az enyém. Ami az enyém. S-ramp, ennyi.
ott tolnám a Sonic franchise-t, ha kijön az is. Hát az addig, hát akkor egy darabig el fog tartani akkor ez a Sonic franchise-os történet. És hát ott így a kettő csillagot megszereztünk az ötből a Kaizen City-ben, és akkor így mond a fele már kiszíneződött. Ott is úgy mutatja, artwork-öt szereztünk, meg zenét. És akkor most jöhet a 3D. 3D-s modern. És akkor te mutatja most, hogy lehet stompolni, nagyszerű, igen. Jöjjön, Ensign Trilogy úgyis platina lesz. Remélem akkor ezt konkrétan videózod is akkor, ha izért. Hoho, de kirem. Nem tudtam felvenni sajnos. Na mindegy. Még közel voltam. Egyébként ilyenkor, mert amikor azt látjátok, hogy vannak ilyen pontok, amikor ilyen ugratáson fel lehet így ilyen rampán fel lehet ugrani. Akkor lehet ilyen mozdulatokat csinálni, úgymond ilyen bizonyos, a pulzónak a bizonyos előre, hátra, jobbra, balra tartásával tudsz ilyen mozdulatokat csinálni, amivel így kapsz ilyen plusz ilyen boostot. A boostot tudod növelni, hogyha úgy látja, néztek ott bal alul, a boostot tudjátok ezzel növelni. És hogyha bizonyos gomb megnyomásával, gomb kombó megnyomásával bealkalmazhatok úgymond a finisht, úgymond az ami a legtöbb betadja, és akkor gyakorlatilag ott kiad egy animációt, ami konkrétan az Adventure 1-nek a logója, ami a Sonic 2 filmnek a bizonyos pontján is volt, amikor volt ez a táncolós jelnek. Gyakorlatilag a Sonic franchise egyik legikonikusabb beállás, hogy gyakorlatilag ez az Adventure 1-ben is volt. Nem véletlenül az, hogy ilyen sokszor alkalmazzák. Is van például egy 60. Az Ensign Trilogy-val akkor az egy darabig el fog tartani, ha azt platinázni akarod, mert az alapból 3 játék. Mert rengeteg mindent kell csinálni benne. Tehát szerintem neked ez nem lesz probléma, mert te műsor imádod a Ensign, hát a Dash franchise konkrétan. Nem tudom, egyébként most mert tudnád egyébként nevezni azt, hogy melyiket szereted jobban? És ha nem, akkor az se baj. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy melyik franchise szereted jobban. Az fasz a Sonic franchise, vagy a... Az igen. Vagy a Crash Bandicoot franchise egyébként. Hogy mindenket egyaránt szereted egyébként, ugyanannyira. Csipanak ezek például itt csatolok így mozdulatokat csinálni, és akkor csinálunk ilyen kombókat. Ezen növelődik úgymond a boostunk. Ha úgy van, vigyázni kell, mert elkapnak itt ezek a kis genyók, hát igen. Ott van például egy csillagocska. Ott is van a vége. Hogyha már... Ja, mindenki egy számítás. Sonic vagy Crash? Igen, Sonic vagy Crash. Pontosan. Melyiket szereted jobban? Egyetem, mert a Sonicot szeretném, mert egy Hedgehog. Amúgy, ha már Crash jó lenne, abból a gameből is lenne filmadaptáció. Hát lehet, hogy abból is lesz, ki tudja. Lehetne egyébként a Crash franchise-ból is, meg akkor már a Spyro-ból is lehetne egyébként. Crash-t én azt is szerettem egyébként, az is el vagyok. Akkor nem játszottam olyan sokat. Ha válaszolni kell, én a Spyro-t
jobbnak. Hát jobban szerettem, mert azt többet játszottam. Chipon a Blaze. Őt is eltámadt. Eltámadt a Blaze. Megtudhatjuk azt, hát, hogy mégsem halt meg a Blaze, hát. Hogy lehetséges, hogy csak ebben a világban él csak. Jó kérdés. Megvolt a Crisis City. És most tovább jövünk a következő pályára. Ami már azért nem olyan régi már, azért ezt már azért jobban benne van az emberek emlékezetében, mert ez a Sonic Unleashed-nak az egyik pályája. A Spagónia városában, a rooftop run. Csak ez egy kicsit ez más, mert nem fog ez annyira jól, nem fog annyira hajazni az Unleashed-re, hogy az kérdésfejezet használtak. Mindenképpen is ezben vannak a kedvenc részei. Személy szerint a crash-eket könnyebben tudom 100%-on, de a gameplay-t ugyanilag jelezem. De értem. Ani meg nem válaszol. Animációs sorozat még jó is lenne. Inkább ne csináljak, mert a Sonic film sem lett a franchise-hoz méltó. Hát azért de, azért de. Az első rész az ilyen, első rész aztán nem majd, hát első rész az ilyen vitatható. De a másik rész az abszolút kurva jó volt. Az abszolút méltó a franchise-hoz egyébként. És mondhatni egyébként, a Sonic franchise-ban inkább elfogadható az, hogy emberek vannak a szerepben, vagy emberek vannak úgymond a franchise-ban. Itt mondjuk a Mario-nál, meg nyilván a Sonic-nál, ott alapjáton is úgymond az emberek univerzumában vagyunk gyakorlatilag, és nem olyan varázsvilágban, mint mondjuk a Mario-nál, mert gyakorlatilag a Mario-ban abszolút egy darab ember nincsen, a Sonic-ban van. Ugye az átható konkrétan az Adventure-ök, mind a kettő Adventure-ben 06-ban is, Unleash-ben is, úgyhogy sokkal inkább közel áll az emberi univerzum, úgymond. Sokkal inkább közel áll valósághoz, olyan értelemben, hogy a igen, a valósághoz. Úgyhogy ott azért könnyebben megbefogadható az, hogy emberek voltak benne. De ha így fogjuk fel, hogy akkor a Máriót is így csinálták meg, és szerintem akkor a Crash filmben sem lenne ember, olyan szó szerinti izé ember, olyan igaz élő szereplős ember. Nem? És a Spyro-ba se, hogyha így lenne. Én szerintem. Ez már Sonic Unleashed-nek a egyik ikonikus pálya. Itt is azért most lehet vitatni egyébként azt, hogy most melyiket lehetett volna inkább berakni, esetleg a rooftop-rán helyett, az agóniás pálya helyett. Én még beraktam volna még egyébként, ha más, ezt nem is, esetleg én a másikat szívesen beraktam volna, nem az Eggman-lendes rész, hanem a Dragon Road a kínai pályát, úgymond, az a Chunnan pályát, az sokkal szívesebben raktam volna be. Még az is inkább ikonikusabb a HD-ben. Annapira bodasztóan jó a nappali pálya egyébként. Hát meg a éjszakaia is, de egyébként a nappali az sokkal, az nagyon baszó. Sokkal baszóbb nem leestem. A PS2-es verziónál, de a SD-s verziónál sokkal jobb. De persze az se rossz. Szépen lassan haladunk a jelenkorba egyébként. Ez is egyébként rosszabb, nem annyira streamer baját egyébként a Sonic egyértelmű, főleg már mikor már ilyen gyors már a játék mehet, akkor egyértelmű, hogy nem, de ezért már tényleg az van, hogy nehezen lehet odafigyelni a chatre konkrétan. Épp ezért, hogyha valamiben nem is, a One Piece Odyssey ebben például rohadt jó.
hogy ott konkrétan lehet foglalkozni a... A chattel. Konkrétan lehet konkrét streamer barát. Tab. Ennyi legalábbis mindenféleképpen. Raktam volna valamely vizes pályá... Hát van bőven vizes pályából. Na látod, hogy nem voltál itt Gergő a... Nem nap sokáig. Bazd meg. Na mindegy. Boss fight közepén is. Ajaj, ezt láttam. A Sonic Heroes-ban lévő Seaside üles pályán, az például az teljesen vides pálya, úgyhogy az most konkrétan teljesen tökéletesen tiltad konkrétan erre. Meg hát a Chemical Plant, az Sonic the Hedgehog 2-ből, a Chemical Plant-es pálya másik pálya, az is vides pálya például, szóval bőven elég a vizes pálya. Nem voltam is sokáig, szóval basszem meg ilyetem. Igen, elég baj. Bazzeg, ez csak alatt. Jetszik. Hát és mindig jobb a Sonic, mint a Dragon Ball Evolúció, na azt teljesen kell folytatni. Hát a Sonic film a 100%-ban sokkal jobb, mint a Dragon Ball Evolution. Teljesen olyan, mint Titának a DS. Hónaponta kb. Előveszem őket, és egyébként van a végigkorom az összes platformer rész. Az szép. Éva legújabb 4-et. Az nem rossz. Nem tészni alszom be mindig. Hát gondolom, hát nem csodálom egyébként, sajnos, hát... Számomra is ez a legaltatottabb, altatósabb. Viszi ezt tele van emberekkel. Igen. Az jó. Nem oltottam a Máriót. Hó sem volt róla. Én is beállászok sajnos, hogy ezért nem tudsz idősz ilyen. Ez sajnálatos dolog egyébként. Kedvenc Dragon Ballom az evolúció. Persze. Az jó sikerült, hogy erre is, mert hogy mindig pályán pont ugyanazok az ellenfelek, mint hogy a adott játékban legikonikusabb ellenfelek, úgymond. Ellenféltípusok. Ó, ez közel volt. Sifor például, amikor most beadta ezt a módszatot, pont nem látszik egyébként a felírás miatt, kiírás miatt, hogy kiírja, hogy finish, de ugye a módszat az kell ugyanaz, de mindegy. Meg van az újabb. Vörös csillagocsti. Egyébként megéri gyűjtögetni ezeket a cuccokat, mert nem csak a zene miatt egyébként. Milyen jól néz már ki. Vagy a... Főképp a zenék miatt egyébként. Mert kulosok ikonikus zenét beraknak a játékba, és azt haszán lehet hallgatni, azt kulvára jelezem egyébként. Én nagyon szerettem mindig gyűjtögetni ezeket a zenéket, és akkor mindig hallgatgatni, de hát... Nyilván ez még akkoriban volt, ez még 2012-3, amikor nem néztem még YouTube-ot, hát nézegettem, de... És de sokkal jobb évezet volt egyébként az, hogy keményen megküzdött tűző munka árán, bejutottad azt a bizonyos jutalmat, ami a izét adja a zenét. Mint én most, hogy ottan volna ezt így beraktam volna így a haszom YouTube-on keresztül kerestem volna a zenét.
Tehát nem is voltam akkor a szakértője akkor, mint a YouTube-nak. Jó. Felettem, oké. Okay. Jók vagyunk. Hoppácska. Hát ez itt a pálya vége. Mi van? Melyen Gergő, most mi volt akkor? Most ne kúrjon fel, jó Isten, fasz a büdös picsája, bazznek, hogy ezt izé most ugyanaz történt, mint nálad, Gergő, egyszer most, hogy ketté bontotta ezt a kurva streamet. Szopjon le, bazznek. Kurva édes anyját, hát most komolyan. Geci jó, bazd meg. A feltámadt, nem is vett. Hát hogy vettem volna észre, bazd meg? Mi történt? Kifingottam át. Jön a Frontiers. Nem jön a Frontiers még, odébb van az. Igen, ezután Lost World fog jönni. Ez kurva jó egyébként ez. Szopjon le, bazd meg! Szarok a rossz földre, bazd meg. Istenem, geci, ez kurva anyja. Szevasz, Gergő. Jó, jól sem lelépett, bazd meg. Úgy bírom ezt, hogy izé... Értek, jó, utána musaim, és akkor már izé... Leírja... És már húzza ki a kábelt. Ott beszarom. Thanks, Sonic. You know, I got a hunch someone or something is controlling that monster. Ura passa ezt így majd összevágni majd. Izgalmak történnek. Kúra fasza. Na hát figyelj. Ebből látszik, hogy azért a mai... Ebből látszik, hogy ezekben a pillanatokban is lehetnek egyébként ilyen fasságok, bazdmeg, hogy elmehet a drága internet, bazdmeg. Hát nem véletlenül fizetjük ezt a kurva szar internetet 1000 megabit per szekkel, bazdmeg. Ezért fizettem ezt a kurva sok szart. És akkor utána meg fogja és be... Lefagyjon. És hívál két felvételben. Nyilván csak egy sokkal szarabb lesz összevágni majd, de mindegy. Ez van. Ezt kell szeretni, ezt kell szeressük. Jaj, Istenem! Bazd meg. Tönkre kell baszni az ember kedvét tényleg. De szóval egyetlen egy pálya maradt gyakorlatilag. Egyetlen egy pálya maradt már. A még jól ismert gyakorlatilag, mert egy héttel ezelőtti Sonic Colors játéknak egyik legikonikusabb, legemlékeztesebb pálya egyébként. Amit egyébként aláírok, mert ez a Planet Fist talán ez volt a legjobb pálya talán, ahogy vesszük. Ez konkrétan a Wispek, a nagy ürlénygegyóknak a fő pályája, a fő helyszíne, hogy is mondjam. Hát teljesen minden, hogy gyakorlatilag összesen bolygón értek egyébként.
De szóval... ez az utolsó tényleges nagyobb pálya. A Sonic Colors. Ez már, ennek már nem tudjuk, ez nem tudjuk már ez a pálya annyira másnak, mert gyakorlatilag hát egy évvel ezelőtt jelent meg gyakorlatilag a Sonic Colors ehhez képest, ezelőtt, egy évvel. Hogy annyira nem nagy tragédia, és itt már lehet használni izét is, ilyen diszpeket is, mondjuk ezt pont szerettem, ezt a tüskés szart, mert tökre tetszett egyébként ez a rész, hogy így még tudhattál így konkrétan a falon mászkálni, akár mennyezeten is, akár teljes egészében, az jó. Imádom, szeretem a biztoket, gondolom. Ezt tudjuk jól, hogy te szereted, imádod őket. Valószínűleg így becsukom a szemem. Azt mondom, hogy még pont a legértelmesebb díszpeket talán azokat raktál be ebbe a játékba. Talán még pont. Mondjuk a Rockert a másik, amit beraktak a modern játékmenetbe, aztán annyira nem mondanám annyira izgalmasnak, de ez még úgy egész jó egyébként. De szóval... így van, bogáncs a rétről. Hát, valami olyasmi. Egy bogár élete. Ó. Nyertünk. Nyertünk, bazeg! Az jó. Nem bántottunk a tápítő. Csomó minden helyeken keresztül, üzönvizen keresztül. De itt még volt értelme annak, hogy miért rakták be a diszpeket ebbe a játékba. Nyilván, de szerintem csak ide, a korozba. Ilyen értelmű is, hogy miért csak ide kellenek a vízpek, mert ez volt annak a játéknak a egyetlen újítás, hogy akartak a többihez képest. Itt volt értelme, itt megértem azt, hogy miért tették bele. De azt, hogy a Lost World-ben, vagy a Forces-ben miért adták be, annak semmi értelme. Annak aztán végképp semmi. Egyébként. Oda már egyértelműen a kreatívtalanság etovábbja volt egyébként az. Nem tudtak mit kitalálni a játékfejlesztők, aztán így voltak fel, hogy hát, jó volt az régen, jó volt az. Szerették sokan, jó volt az a Colors-ban használt viszpek, hát rakjuk be akkor, na. Jó volt az. És akkor így született meg ez a döntés. Egyébként. Na, bazd meg. Ám baj, így is sikerült. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Hogy gyorsak vagyunk be ezzel. Apát faszál. Jobbkor nem is te mehettem volna bele. Na, most már teljes a kör. Várjá! Mi a fasz volt ez?
ez már a pályának úgyis a vége lesz már, ha jól emlékszem. Na, de látszik azért, hogy haladunk a játék vége felé, azért már hosszabb pályák vannak bőven, mert most gyakorlatilag a Greenway pálya az gyakorlatilag egy perces volt kb. Egy perc 20-30. Persze, de... Ne csinálsz fel a... Persze, a Forces-ba is. Forces-ba? Akkor a Forces-a még többször használják azért a Whispack-et, mint a Lost World-be. Sajnos a Riders-ek, azok spin-off-ok, nem tényleges nagy játékok, mellékjátékok. Azért nem kerültek bele, úgymond. Nem kerültek be, úgyhogy pályába, mert hát amúgy sem tudták volna ezt berakni, mivel hogy ez egy versenyjáték volt, azt nem tudtuk volna hogyan visszaadni. Hát most csak azt, hogy mi is akkor kaptuk volna. Megkaptuk az It Doesn't Matter számot Adventure 1-ből. És oda megyünk. Ide be tudunk menni, és itt Musicnál meg tudjuk nézni, milyen számokat, milyen zenéket gyűjtöttünk össze. Egyébként a Shadow the Hedgehog játéknak a sincs itt egyébként olyan pályája, vagy ilyesmi. Ez igaz, ez pedig úgy beláttam volna, mint a húzat. Hát azért az a baj, az tényleg mellékszálú történet, úgyhogy az ezért nem, de a más nem is, a Riders úgy rakták be, hogy mint hát a zenéjéket berakták a zeneválogatásba. 50 zenét lehet gyűjteni, eddig 8-at gyűjtöttünk össze. A Green Hill Zone-nak a ikonikus zenéje. Az Emerald Hill Zone-a van itt a Hedgehog 2-nek a zenéje. És a Sonic the Hedgehog 3, Angel Island Zone, az első pálya szint úgy. Ezeket gyűjtöttük össze. Meg a Sonic N-nál közgyakorlatilag ez a Sonic 3-nak a következő expansion kiegészítője. Mushroom Hill Zone volt. Első képeját néztem meg, azt hiszem, mert az első boss végfelemben. Ja, az Infinite-tel? Az Adventure 1-nek a It Doesn't Matter, a Sonic-nek a theme song-ja. Kurva anyja. Kurva anyja. Megbassz. Benne van a izé, Open Your Heart, és csak azért az kicsit jobban meg kell küzdeni azért a zenéért. És akkor vannak itt ezekben ilyen elrejtetten ilyen kisebb, nagyon minimális kis Sonic játékok, egyébként azoknak is benne vannak a számai. Például ez a Sonic Spin Ball, ez akkor itt a 90-es évek elején jelent meg ilyen kis, tehát lószar, ilyen flipper játék gyakorlatilag. És itt van a Sonic CD. Tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö, Palm Tree Panic. Sonic CD, az is milyen passza volt? Azt toltuk is. Hát ez a Sonic, de csak 4 epizód, egyet ezt nem toltuk egyébként. Splash Hill Zone. Hát ennek jó a zenei egyébként. De maga a játék az nem valami jó. És ennyit találtunk meg eddig. Ennyit. Hát nem sok. Meg ilyen ártokat tudunk gyűjtögetni. Ilyen koncepciós ártokat, hogy hogyan készültek egyébként ezek a... Ez a Celebration játék, úgymond. Ugye készült a Chemical Plant. Itt van gyakorlatilag a izé. New Chemical Plant. Ez meg a Sky Sanctuary-ről készült koncepciós vázatok. Speed Highway-ről. Ők magán egyébként. Itt van az Adventure 1-ből készült kép, a beállás, egyelőre ennyi.